Szeretettel köszöntelek benneteket és a World Hír Televízió nézőit. Köszönöm, hogy megtiszteltetek a jelenlétetekkel. A mai nap, illetve tulajdonképpen a tavasz is úgy gondoltam, hogy most három alkalommal a virágok lesz a kertbarát kör témája. És mai alkalmunkkal a hagymás, illetve a tavaszi virágok, következő alkalommal áprilisban az egynyári virágok, és májusban pedig a balkon növények. Ugye a tavaszi virágok mindig ugye a természet megújulását jelképezik, az élet újraéledését, és szeretnék még így a előadás kezdetén így kitérni Lippai János Pozsonyi kert című művére, ami Magyarországon az első kertészeti szakirodalom, és nagyon szép nyelven íródott. De mondom, vannak mondatok, amiket többször is el kell olvasni, hogy megértsük, de azért érthető. És a pozsonyi kertbe költözött az 1600-as években, a török hódoltság idején, zűrzavaros háborús idők voltak, az esztergomi érsekséget átmenekítették Pozsonyba. És ott volt Lippai György az érsek, és Lippai János pedig az ő öccse, aki egyébként jezsuita szerzetes volt, és ő került oda, hogy a pozsonyi kertet, az érseki palota kertjét művelje, és nagyon nagy hivatásának érezte, hogy a szaktudást azt átadja másoknak is. És három kötetes művet írt, az első könyvet ő is a virágos kertnek szentelte. Szervusz! A virágos kertnek szentelte, és majd meg is magyarázza, hogy miért veszi elsőbbre abban a háborús időben a virágokkal való bajmolódást, ahogy ő nevezi, mint akár a zöldséges kerttel, vagy a gyümölcsös kerttel. Itt van. Így ez meg rögtön a bevezetőben olvasható, hogy a kertnek böcsületes és kedves munkája az több majorsághoz tartozandó foglalatosságok és munkák között méltán első helyet foglal. Világosan kitetszik abból, hogy maga a minden állatok teremtője, ami első atyánkat, az első világi majornak a gazdáját nem a sovány szántóföldekre helyeztette, mert azután veti rá a szántást, vetést. A te ábrázatod verejtékével eszed a kenyeredet. Tehát ugye a bűnbeesés után került csak a verítékes munkás hétköznapokba, nem is fogadá őtet a vigasztaló szülőnek kapálására, se nem az oktalan állatok körül való gondviselésre és bajmolódásra, hanem tévé úgymond őtet az gyönyörűség paradicsomában, úgy, mint első kertész munkálódna és oltalmazná azt. Mivel az Úristen alig hozzá az emberi nemzetséget a világra, mindjárt egy virágos bölcsőben, gyönyörűség kertjében fekteté, hogy ottan fölnevelkedvén a paradicsombéli kertészséghez kezdene legelsőbben is. Ez így gyönyörű, tehát az első szakma a világon a kertész. És igen, nagyon, nagyon sokan mondják, hogy ők nem foglalkoznak virágokkal, mert hogy az nem hasznos, nem lehet megenni, de... Mert vajon mi lehet hasznosabb ez világon az embernek, mint maga életének hosszabbítása, egészségének oltalmazása, fáradt erejének megnyugodása, súlyos gondjainak enyhítése és minden tagjának vigasztalása. Tehát ugye az embernek a nem csak anyagi táplálékkal táplálkozunk, de nekünk vannak ugye érzéseink, gondolataink is, és ezt is táplálni kell. Azt pedig soholt inkább máshol föl nem találja, mint a kerti mulatságban, kiben csak egy kedves sétálás is alkalmatos időben csodálatos képen megvidámítja az embert, annak a mennyei paradicsomnak kívánságára fölindítja elméjét, kiben csak egy virágocskát megtekintsen is, legottan annak alkotójának szépségére és szeretetére fölgerjed. Tehát a kert a Istennel való kapcsolatnak a helye, tehát tulajdonképpen egy tájtemplom, ahol a atyával fel lehet venni a kapcsolatot, ahol megnyugovást találunk, lelki vigasztalást, és azt hiszem ez a mai napokban is különösen aktuális. A mennyei paradicsomhoz hasonlítja a kerteket. A földön a kertek plántálása hasonlatos ahhoz, ahogyan az Úr a mennyekbe az egeket alkotja. Amint az egek virágai a ragyogó és fénylő csillagok, úgy a kertek csillagai a sok szép színben öltözött virágok, amelyeknek alakja is legtöbbször csillagformájú.
Egy pár képet, egy diát betettem így az érseki palotáról, manapság is látogatható. Nagyon-nagyon szép épület. Sajnos a kertből nagyon kevés maradt meg, és erről a kertről még annyit kell tudni, hogy annak idején Európa szerte híres volt, és főleg külföldi utazók leírásából tudunk róla. Nagyon sok szobor volt a kertben, ez a Sárkányülő Szent György szobor maradt meg egyedül, de ezt is áthelyezték. Volt benne halastó, tornyosnapóra, falikút, szökőkút, a kor divatjának megfelelően élősövényes útvesztő, rengeteg virágágyás volt, ez is Lipai Jánosnak a virágkultuszát jelzi, és ráadásul melegházak tiszta építettek, ahol nagyon sok délszaki növényt, mint gránátalmát, citromot, narancsot, jázmint, fügédatóját, mirtuszt tudtak teleltetni. És természetesen volt zöldséges, meg gyümölcsös kert is. És ami, ez Bél Mátyásnak a részkarca, néhány fennmaradt belőle, és ebből azért tudunk egy kis képet alkotni róla. Itt nem csak a szökőkút miatt érdekes, hanem ott látszódik az a kis ív, szivárványszerű ív, az ténylegesen szivárvány, tehát hogy mesterségesen, kis optikai játékokkal tudták előállítani, majd mutatok egy közeljebbi képet is. Ez itt az élősövényről. És nagyon sok akkor szintjének megfelelő, tehát a legmagasabb szintű műszaki és mechanikai szerkezetek is voltak. Mozgó, hidraulikus szobrok például, éneklő szirének, csicsergő madarak. Ez itt a Parnassus hegy, és itt is mechanikusan mozgatott szobrok énekeltek. Itt van az egyik szerkezet, egy vízi orgonának, itt a fénytörésnek az optikai játéka. Különböző, nem csak a szivárványnak előidézésére szolgáló optikai játékok voltak, illetve eszközök voltak, hanem például a poklot bemutató kis varázsdoboz, amiben belenéztek különböző tükrökkel, különböző figurákat nagyon életű mélységekben lehetett látni. Ezen csak így átmegyek, mert ez erről a kertről, tehát egy külön előadást lehetne tartani, de úgy gondoltam, hogy azért így érintőlegesen meg lehet említeni, hát ha valakit jobban érdekes, akkor utána lehet ennek nézni, mert nagyon-nagyon érdekes. Itt is egy kis tücsergő madárka. Így. Tehát ugye említettük, hogy a virág a lélek táplálására szolgál, a lélek gyógyítására. Lechner Judit könyvéből is idézek egy nagyon szép gondolatot. Igen, a virág a lélekhez szól. A fenyőfák virágporát tonnaszámra viszi a szél, később a magvakat is felkapja, elsodorja, de ettől még egy ember sem mosolyodott el, és nem adta a fejét versírásra. De amikor a mandulafa bimbói egy meleg tavaszi reggelen kipattannak, az arra járó ember mélyet lélegzik, és legszívesebben egyé válna a diadalmas szépséggel. Az illattal és a színnel a lelke lakik jól, nem a teste. Így. És akkor, hát ez nem kicsi haszon, hogyha így mondjuk, hogy az embert így teljesebbé teszi, de nagyon fontos ökológiai szerepük is van a virágoknak. Ugye eleve a biodiverzitás, a változatosság, hogy egy adott élőhelyen minél több növényfaj legyen, már ez eleve nagyon fontos, magának a talajnak a különböző méretű, különböző fajtájú gyökerek, különböző mélységekbe hatolnak le, és eltérő módon veszik fel a tápanyagokat, tehát ugye nem történhet akkor az meg, hogy egy oldalon kizsikerelik a talajt. Meg ugye a vízháztartás is sokkal jobb lesz. A nagyon fontos, ugye egyre többet hallunk róla, hogy a méhek nem találnak elég táplálékot, és nagyon fontos, hogy a földi élet szempontjából a beporzóknak a munkája. Ezért fontos, hogy mekkora tavasszal is legyen a kertünkben, főleg sárga és lila virág, ezeket kedvelik leginkább a beporzók. És nem csak a méheknek nagyon fontos, hanem nagyon sok rovar, illetve atka, meg egyéb kis élőlényeknek is nyújt élőhelyet,
A ragadozó atkák azért nagyon fontosak, mert ugye nagyon sok tetvet meg egyéb más káros növénykárosító atkát elfogyasztanak, de előfordulhatnak olyan időszakok, amikor éppen lefogyott tetőállomány, vagy tehát nem találnak elég táplálékot, és megfigyelték, hogy például ezek a ragadozó atkák ezeket az időszakokat lila virágú virágokon szokták átvészelni, és olyankor virágporral táplálkoznak. Úgyhogy ökológiai szerepük is a virágoknak nagyon-nagyon fontos. Ugye a lila-sárga virágok, és nem ilyen érdekes, hogy így kora tavasszal, így a természetben, jó, itt a primulák között van rózsaszín, meg egyebek, meg piros, de ezek már nem esített primulák. De hogyha megnézzük a természetet, február végi, március elejé időszakban szinte csak sárga és lila virágokat találunk. És akkor most áttérünk a virágoknak a részletesebb bemutatására. Az első, a tavaszi virágok első nagy csoportja a hagymás és a hagymagumos virágok. Az, hogy hagymás, azt tudjuk ugye a vörös hagyma is, hogy mi a lényeg. Van egy jellegzetes formája, és ilyen szép rétegekből áll. A hagymagumó, az itt a alsó képen látszik, hogy az is hagymaformájú, de nem réteges, hanem tömörformájú. Ez csak egy ilyen kis érdekes botanikai kitérő volt. És ugye a hagyma, az, mivel földben van, azt gondolnánk, hogy a gyökérhez gyökérszerű dolog, de nem. Tehát ez egy föld alatti szár, aminek az a szerepe, hogy tápanyagokat raktározzon, és a növény a számára nehéz időjárású időszakokat átvészelje. A legtöbb hagymás növény magas hegyi legelőkről, rétekről származik, vagy ázsiai sztyeppékről, földközi tengerpart vidékéről, ahol ugye ott is a tavasz viszonylag nedvesebb, enyhébb, akkor szépen tudnak fejlődni, virágozni, magot érlelni, fejleszteni, növelni a hagymájukat, hagymagumójukat. Aztán utána virágzás után jön a szárazabb, csapadékszegény, meleg, forró nyár, és ilyenkor ugye a levelek visszaszáradnak, és a föld alatt, ebben a hagymagumóban vészelik át ezt az időszakot. Aztán, hogyha jönnek az őszi esők, akkor ez a kis hagymácska elkezd gyökeret tereszteni. Legtöbbször a hagymák még pihennek a föld alatt. Egy-két virágnak, mint például a nárcisznak, mert egy kicsit úgy kibújik, már decemberre is, olykor lehet látni december végén is, hogy már bújik ki a kis hegye a föld alól, de ez még egy nyugalmi állapot. Még abban az állapotban a nagy hidegeket át tudja vészelni. És ugye jön a tavasz, az enyhébb idő, és akkor hirtelen egy-két hét alatt virágba borulnak. És ugye a hóvirág ugye az első, mondhatjuk, hogy az első tavaszi virágunk. Magyarországon is a kikeleti hóvirág őshonos. Sajnos annyira, ugye ezt tudjuk, hogy annyira gyűjtötték, hogy egy kicsit úgy veszélyeztetetté vált az állományuk, úgyhogy ezért már védett. De ugye kertekben azért lehet találkozni velük, és vannak egyéb kertészeti hóvirágfajták is, amik egy kicsit nagyobbak. Később virágoznak, tovább virágoznak, úgyhogy itt lehet gyönyörködni a kertünkben is bennük. Egyébként tényleg 21 fajuk van, amiből az Arcsúrti Arborétumban 7 fajt, és ennek különböző fajtáit találjuk meg. És itt hozok egy videót. Az Alcsóti Arborétumban készült egy felvétel. Gyönyörű ez a hóvirágmező. Sajnos idén már nem lehet megtekinteni elvirágzottak, de esetleg így lehet észben tartani, hogy jövőre egy kirándulás erejéig beszámítsuk. És olyan szép gondolatok is vannak, úgyhogy emiatt gondoltam, hogy ezt nézzük meg, nem hosszú. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota, az akarat és képzelőerő, az érzelmek ereje, a jókedv és a kalandvágy győzelme.
csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az ember akár 16 éves, akár 66, csodára szomjazik, elámul a csillagok örökké valóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén. Nem fél a kockázattól. Gyermeki kíváncsisággal várja, mi lesz holnap. Szabadon örül mindennek. Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit. Kinyíltak a hóvirágok. Erre az alkalomra mi is kinyitunk. Alcsuti Arborétum. Igen. Ja, és képzeljétek el, hogy a hóvirág is gyógynövény. A hagymája mérgező, alkaloidokat tartalmaz, de a gyógyszeripar ezt nagyon jól tudja használni, és megfigyelték, hogy memóriazavarok, demencia megelőzésében használható a hatóanyaga, illetve izomgyengességnél is gyógyszereket is készítenek belőle. Tehát ez most nekem is újdonság volt, azt a hóvirágról nem tudtam. A tavaszi tőzike, következő hagymás virágunk. Ugye azt szokták rá mondani, az a virág, ami olyan, mint a hóvirág, de nem az. Tehát itt látszik a bal oldali képen a tavaszi tőzike, mellé raktam a hóvirágot. Ugye a hóvirágnak, mind a kettőnek ugye 6 szirma van, de a hóvirágnak 2 körben van, illetve a külső kör az sokkal hosszabb, a tavaszi tőzikének pedig mindegyik szirmocskája egyenlő hosszú, és a végén van ilyen kis sárgás-zöld foltocska. Élőhelyi igényben hasonló, mint a hóvirág. Szintén mérgező hasonló hatóanyagokat tartalmaz, mint a hóvirág. És van Cságford Jánosván egy tőzike tanúsvény, amit még meg lehet tekinteni. A leírások szerint, becslések szerint több mint 8 millió tavaszi tőzike virágzik ilyenkor, és egy gyönyörű sétát lehet tenni ezen a tanúsvényen. Oda raktam egy kis térképet, Kőszeg és Kapuvár között, nagyjából félúton található. A krókuszok, nekik is nagyon sok fajtájuk van. A legkorábban nyílók azok a legkisebbek, és amik később nyílnak, azok sokkal nagyobb virágúak. Van egy nagyon szép mondat, hogy Zeus és Héra házasság kötésének ünnepére, meg tiszteletére Gaia istennő teremtette a krókuszokat. Szintén nagyon-nagyon elterjedt, jobban, mint a hóvirág Európa szerte. És még egy érdekesség, hogy a valódi sáfrány szintén egy krókuszfajta. Csak ő nem tavasszal virágzik, hanem ősszel. És ugye tudjuk, hogy a hosszan kinyúló bibéket gyűjtögetik, ezért ennyire drága, mert látszik is, hogy milyen kicsi, tehát ugye lehet képzelni, hogy mennyit kell ebből gyűjteni, hogy egy kilót akár kapjunk belőle, viszont nagyon értékes hatóanyagai vannak neki is. Itt van. Szintén sokat hat a szellemi teljesítményre, és a mentális működést segíti. A hagymás törpe írisz viszonylag ritkább, de ez is olyan, egy kicsit, ha messziről nézzük, lehet, hogy össze lehet keverni a krókusszal, de ha közelebbre megnézzük, akkor látszik, hogy a virágja azért egy kicsit másképp állnak a szirmok. A narcisz. Ugye a narciszok a következő nagy csoport, rengeteg fajtája van neki is. A monda szerint narciszba beleszeretett echonimfa, ő viszont nem viszonozta szerelmét. Bánatában echonimfa meghalt, kővé porlattak a csontjai, és ugye a visszhang innen az ő nevétől származik. És büntetésképpen azt kapta narcisz, hogy beleszeretett a tükörképébe, és ugyanúgy viszonzatlan szerelemre talált, és ugye ebbe belehalt, és ő változott egy virágja a narcisszá. És hát kapcsolják az önimádat jelképévé, de ennél azért sokkal szebb a narcisz.
Kisvirágú narcisszok szintén ilyen hegyvidéki réteken honosak, és vannak ugye a nagyon nagy tölcséres típusú virágok, narcisszok, amik a földközi tenger partvidékéről. Nálunk is a kis Narcissus poeticus, a költő narcisz vagy fehér narcisz őshonos, ő virágzik a legkésőbb, és neki a kis belső koronás része elég kicsike, és piros tegélye van. Szintén lehet őrségben kirándulni, ott meg lehet csodálni a valódi élőhelyén. És a babocsai basakert, ami szintén nagyon, nagyon szép, és tele van narcisszal. A monda szerint a pasa hozta ide a hárem hölgyei gyönyörködtetésére, és onnan az ő kertjéből vadult ki ez a narcisz. Aztán keveredett az őrségi narcisszal is. Erdélyben gyönyörű narcisszmezők vannak több hektáron. Jó lenne ide is eljutni, mese szép lehet. Narcisz napos helyet kedvel. Általában a hagymás növényekre el lehet mondani, hogy 3-4 évente érdemes felszedni, hogy megújuljanak a hagymák, a kicsiket, kis hagymákat ki lehet válogatni, azt egy külön helyen még nevelgetni, mert utána a következő évben még úgyse fog virágozni, csak amikor már nagyobbak. És akkor mindig nagyon szép narcisszunk, illetve ez vonatkozik a tulipára is, meg a jácintra is, ott akkor már nem fogom elmondani. A narcisz is gyógynövény, ez is nagyon érdekes. Még a leukémiás sejteket is képesek elpusztítani a sejtjei, illetve a hatóanyagai. A jácinthoz is kapcsolódik egy görög rege, Hiakintosz herceg, nagyon szép férfi ember volt, és szemet vetett rá Apollon, aki szintén nagyon szép férfi isten volt, és neki nagyon sok kapcsolata volt nimfákkal is, meg hercegnőkkel is, de nem válogatott a szépségben. És hát sajnos egy baleset folytán ő meghalt, és az ő könnyeiből, Apollon sírató könnyeiből keletkezett a jácintvirág. Nagyon sok változatban van ő is, és az illata nagyon erőteljes, ugye ezt tudjuk. Ami érdekes, azt szeretném elmondani, hogyha kapunk egy ilyen jácintot a virágboltból ajándékba, ilyenkor látszik, hogy ilyen hatalmas dús virágja van. Ha kiültetjük a hagymát, meg szokott maradni, szokott virágozni következő években is, de ugye ez tapasztalat, hogy csak sokkal a vékonyabb virágszárat hoz, és kevesebb kis harangocskát. Ez azért van, mert ezeket a hagymákat hőkezelik. Hogy jöttek erre rá, ezt nem tudom, tehát 10 napig 23 fokig, 23 fokon, 14 napig 30 fokon, és ezzel tudják elérni azt, hogy a hagymákban akkor 2-3 virágkezdemény is fejlődjön, és ezek így összenőnek, összeszalagosodnak, és ezért kapunk ilyen hatalmas nagy virágot. Tehát ugye erre tényleg akkor a kertben, a továbbiakban nem lehet számítani, csak akkor, hogyha minden évben újra ültetünk, frissen vásárolt hagymákat, amik hőkezelt hagymák, azokat ültetjük el, akkor következő tavasszal ilyen szép nagy virágot kapunk, de ha benne hagyjuk a földben, akkor utána az is kisebb virágot fog fejleszteni. A tulipánok. A tulipánnál az az érdekes, hogy ugye ősi magyar virágnak tartjuk, mert ugye a népi díszítőművészetnek egyik leggyakoribb eleme, és ráadásul a tulipán különböző formáját, nyílottságát, zártságát, megjelentési formáját összefüggésbe hozzák a női létnek különböző fázisaival. És ugye jöttek a tudósok, és mondták, na jó, de tulipán csak ugye egyrészt ugye a török hódoltságból jött, meg ugye a másik irányból a holland nemesítők által. De hát akkor ez hogy lehet? Ugye az őshazában, az Ázsiában, ott ugye a magyarok azért
találkoztak a tulipánnal. Tehát igaz, hogy utána, hogy amikor már itt éltünk a Kárpát-medencében, sok generáció nem láthatott tulipánt, de ugye a művészetben, a kollektív tudatban azért a tulipán szimbólum, meg ugye a jelentése azért nagyon-nagyon meghatározó volt, és ennek nagy jelentősége van. És van egy magyar tulipán is, ami a közelünkben is, hát annyira nem is a közelünkben, a vaskapuk közelében honos, illetve egy kicsit attól északabbra, de hát ővel se tudunk találkozni még egy kirándulás során. Ugye nagyon-nagyon sok fajtáját nemesítették ki, vannak ugye a középen a sok piros tulipán, az a klasszikus kerti tulipán, lilium formájú tulipán, lilium virágú tulipán, papagáj tulipánok, olyan szétnyílt fodros szirmokkal, Rembrandt tulipánok, amik szintén egy kicsit szakosabbak, de a lilium virágú tulipánokra emlékeztetnek inkább. És ugye a botanikai tulipánok, amik sokkal kisebbek, tágabb szirmúak, és rájuk az a jellemző, hogy ők sokkal tavasszal, sokkal korábban szoktak virágozni. A tavasz hírnökei a primulák is, ők ugye már egy más virágcsoportba tartoznak, évelő növény, tehát nem hagymás növény, hanem gyöktörzsel telelnek át. Magyarországon a neve ugye a kankalin, bal oldalon a tavaszi kankalin, ott jobbra fönt pedig a szártalan kankalin található, védett növények, kirándulás során lehet velük találkozni, és szintén gyógynövények, légcsőhurutnál köptetőszerként lehet használni, illetve reumatikus panaszokra is. Érdekes még, hogy a tavaszi kankalint Szent Péter kulcsának is nevezik, mert ilyen kulcsomószerű a virágzata. Nagyon sok fajtáját nemesítették ki neki is, amiben nem csak ugye a tavaszi kankalin és a szártalan kankalin vesz részt, hanem különböző országokból is más típusú kankalinokat is nemesítettek, és akkor így rengeteg változata van. Szintén a tavasz hírnöke, és a primula pedig a primuszra, tehát hogy az elsőre utal, hogy tényleg az első között nyílik ő is. Hát a személyes kedvenceim az árvácskák, tehát nincsen olyan más virágfaj, amiben az összes szín megtalálható lenne. A lilának, a mélilának vannak olyan változata is, amikor nyíláskor szinte feketének, tehát fehér, fekete között, tudom, azok nem színek, de a sárgának minden árnyalata, a narancssárga egy viszonylag újabb szín, azt néhány évtizedes sikerült csak a nemesítőknek kinemesíteni, és különböző variációkban, kisvirágú, nagyvirágú, közepesvirágú, fodrosvirágú, foltosvirágú, tehát mint a gombócartúrnak a csokoládéja, tehát minden variációban megvan, sőt, még vannak csüngő árvácskák is, amik ugye kaspóból ki tudnak egy kicsit borulni, nem lesznek olyan hosszúak, mint a futópetúnia vagy a futómuskátli, de egy ilyen kis terülősebb változat. Itt az első képen a Magyarországon is élő őseik vannak, illetve hát a nagy virágokhoz még Altájból való kék árvácskát is felhasználtak így a keresztezésekhez. Itt Magyarországon ezeket a pici vadárvácskákat, a fönti a vadárvácska, a lenti pedig a háromszínű árvácska, őket megtaláljuk, amit szintén a népgyógyászat régóta használt gyógynövényként is, főleg bőrbetegségeknek a gyógyítására, ekcéma, pikkes, sömörpattanások. Ugye a nagyvirágú árvácskák is nagy változatban, és nagyon szépen fel lehet használni őket, ugye például közterek díszítésére, nagyon sok szép mintákat is ki lehet belőlük rakni, ahogy itt is lehet majd látni, hogyha jobban kinyílnak a főtéren, itt a tejutat, meg az univerzumot próbáltam megjeleníteni, a középső fehér sáv az lenne a tejút, és itt a főtéren majd nézzék meg egy kicsit így felélednek az árvácskák, akkor ott
ott mesefigurákat, halacskákat, a Nemo nyomában című meséből halakat, a Városgondnokságnak a munkatársai segítségével kis halfigurákat raktunk ki. Fodros árvácskák is szintén viszonylag újabb nemesítésűek. A kisvirágú árvácskák. A kisvirágú árvácskákról egyébként azt kell tudni, hogy sokkal jobban tűrik a hőingadozásokat, a nagy meleget is, meg a nagy hideget is. Tehát a nagyvirágúak előfordulnak, hogy télen a virágjuk úgy összeszárad, de a kisvirágúak az balkonládában szinte egész télen meg tudnak maradni. Most itt egy kicsit így visszatérek így az élettanukra, tehát ugye a tavaszi virágok, a hagymás virágok, amikről ideig beszéltem, mind tavasszal nyílnak ki, de az árvácskák, és majd ne felejtsek meg a százszor szépek is, olyan szempontból más virágcsoportba tartoznak, hogy ők két évesek, tehát őket már a tavalyi év folyamán magról elvetettük, és akkor az árvácskák már ki is nyílnak ősszel, a ne felejtsek, százszor szépek meg ilyenkor tavasszal. Tehát ők szépen zöld formában, még akár mínusz 15 fokban is át tudnak telelni. Itt a csüngő árvácskákat lehet látni. És az árvácska ehető virág, érdemes így a gasztronómiában felhasználni a segítségüket, tehát nagyon változatossá és szépé lehet tenni akár az ünnepi tortát, sütemény, de akár még egy salátába is be lehet keverni, és teljesen másabb magasságokba emeli a táplálékunkat. A százszor szép is ehető virág. Ugyan szintén a százszor szépnek egy pici kis fajtája él nálunk Magyarországon is, és ebből nagyon sokfélét nemesítettek, amik nagyobb levélzetű, nagyobb virágzatú, és most már megjelentek ilyen telt virágzatú fajták is. Ők is nagyon tudnak segíteni, hogy szebbét varázsoljuk a kertünket. És talán nem meglepő, de neki is van gyógyhatása. Izomfájdalmak, bőrbetegségek kezelésére alkalmazták, és hurutok, légcsőhurutok. Szintén szaponin tartalma van, ami jó nyálkaoldó hatású. A ne felejts! Sokkal jobban elterjedt az egész világon, mint a legtöbb hagymás növény, az itt felsorolt hagymás növények, és hát szintén a régi parasztkerteknek egy meghatározó növénye. A bal oldali képen egy két nyári faj van, ugye a jobb oldali képen pedig az évelő, aminek szélesebb és ilyen az nagyobb, az idősebb levelei még akár szívformát is fel tudnak venni. Az két nyári nefel egy korábban kinyílik, az évelő pedig kicsit később, úgy április közepe táján kezd nyílni. A ne felejtsből most már léteznek fehér és rózsaszín virágú fajták is. A két nyári ne felejts körülbelül addig virágzik, mint az árvácskák, tehát így nyár elejéig. Egyébként az árvácskáról egy érdekesség, hogy csak nálunk pusztul el így nyár elején, mikor bejön a nagy meleg, de nyugat-európai országokban ott szinte egész nyáron, egészen augusztus végéig virít. Hűvösebb, csapadékosabb, párásabb a klíma ott. Tehát így a ne felejts, a százszor szép és az árvácska, hogy nagyjából úgy június elejéig díszít nálunk. És akkor az ázsiai boglárka a következő. Ő nem annyira elterjedt, de érdemes őt is ültetni a kertünkben. Nagyon-nagyon szép rózsaszerű virágja van, nagyon ősi virágtípus, tehát így a boglárka félék az első virágos növényekhez tartoznak. Az egész csábítana, hogy esetleg ugye az árvácska mintájára őt is elfogyasszuk, de nem szabad, az összes virágrésze mérgező. Annyit kell tudni róla, hogyha bevásárlóközpontban, kertészboltban még látnak
gumót még érdemes elültetni, még ki fog virágozni, elég hamar növekedésnek indul, és akkor még lehet virágoztatni. Akár balkonládában, de a kertbe is ki lehet ültetni. Itt ezt így. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit gondoltam a virágokról, és hogyha vannak kérdések, akkor arra szívesen válaszolok. Meg ide is lehet jönni, megnézni őket közelebbről, megszagolgatni őket. Mert,